Tisztelt hallgatóság, köszönöm a felkérést. Egy kicsit más oldalról közelítjük meg a dolgokat, nem a prevenció, hanem ha már kialakult a baj, akkor hogyan tudjuk a hepatitis C-t kezelni. A hepatitis C-ről azt tudjuk, hogy egy flavivírus, 6 genotípusa ismert, 15 szubtípussal, ezek közül az 1-es és a 4-es kedvezőtlen prognózist jelent olyan szempontból, hogy nehezebben kezelhető a szokványos pegilált interferon ribavirin kombinációval. Magyarországon 95%-ban az 1-es genotípus fordul elő. Azt is tudjuk nemzetközi adatok alapján, hogy a droghasználók között elsősorban a 3-as genotípus szokott előfordulni, ami szintén kicsit nehezebben kezelhető májászsírosodást okoz. Magyarországon szerencsére, vagy hát nem tudom, Magyarországon ez nem jellemző. Az én praxisomban 3-3-as genotípussal találkoztam csak ez idáig. Koinfekció HIV és hepatitis B vírusokkal lehetséges. Szerencsére Magyarországon még ez nem jelent problémát, a HIV fertőzés elsősorban drogos betegek között HIV infekciót még nem találtunk, illetve koinfekció is egy eset volt, importált eset természetesen. A terjedéséről tudjuk, hogy parenterális terjedés elsősorban a droghasználat, de az intranazális kokain használata is jelentős kockázatot jelent. Abban az esetben, ha promiszkuitásról van szó, akkor természetesen a szexuális terjedéssel is számolni kell. Perinatális terjedés, foglalkozás, illetve terhesek, HCV terhesekről a magzatra történő átvitel viszonylag alacsony. Fejlett országokban a HCV előfordulási prevalenciája csökken, ez az újonnan megjelent proteázgátlók és az interferonmentes kezeléseknek köszönhetően egyre jobban, egyre nagyobb sikerrel gyógyíthatók. Azonban a WHO becslése szerint évente 2-3 millió új fertőzéssel lehet számolni, és ez elsősorban a droghasználat és az orvosi eszközök használata miatt. Magyarországon 70 ezer a becsült HCV fertőzések száma, ez összpopulációra tekintve körülbelül 0,6%-ot jelent. Táblázatosan látható, hogy a vénás kábítószer élvezők adják az új betegek közel 60%-át, 10% körül az egészségügyi dolgozók, és jelentősen magas, tehát 10% az ismeretlen eredet, amikor semmilyen okot nem tudunk kideríteni. Közép-Kelet-Európában a HCV fertőzés előfordulása droghasználók között nagyon nagy szórást mutat. Magyarország egy viszonylag jó helyzetben van, alacsony prevalenciával. Ez a designer drogok elterjedésével valószínűleg hamarosan felülírja ezt a táblázatot, változni fog. Látható Lettország, Litvániában 80-90% körüli a droghasználók HCV fertőzöttsége. A droghasználatot tekintve én ugornék is, hiszen ez nem az én témám. Elsősorban azt látjuk, hogy a 10 évesek és 19-20 évesek között lehet a legnagyobb előfordulási gyakoriságot észlelni. A designer drogokkal azt tapasztaljuk, hogy ez korábbra kezdett jönni, tehát minél korábban célszerű a prevenciót elkezdeni, és a figyelemfelkeltést, felhívást, információátadást megkezdeni. Hogyan kezeljük a HCV fertőzötteket droghasználóknál? Igazából tudtam szerint két országban van megfelelő stratégia. Anonim önkéntes tesztek nem elérhetők Csehország, Litvánia, Szlovákia, Szlovéniában. Kábítószer használat kontraindikációt jelent Szlovéniában, és Magyarországon is legtöbb országgal egyetértésben legalább 6 hónap abstinencia szükséges ahhoz, hogy elkezdjük a kezelést. A kezelésnek
a támogatása hiányzik néhány országba, tehát Litvániában csak 80 beteget engedélyeznek, ha kábítószer élvezők, Bulgáriában 60-at, Litvániában csak 75%-os támogatást kapnak a betegek, Magyarországon ez 100%-os támogatással adható, és nagyon fontos a kezelés elkezdése előtt, illetve a betegeknél mielőtt orvoshoz küldjük, hogy a stigmatizáció az egészségügyi dolgozók körében is magas. Tehát ezeket a betegeket gyakorlatilag nagyon sok hepatológus is úgy tekinti, hogy egy megbízhatatlan beteg, aki valószínű nem fogja a kezelést, az adott utasításokat úgy betartani, ahogy ezt elrendeljük, és a kezelés gyakorlatilag kudarcra van ítélve. Saját tapasztalatom ennek ellent mond, és az utóbbi évek, mielőtt a tapasztalatokra térnék, az utóbbi évek tendenciája a HBV fertőzés szempontjából nem változott. Holott tudjuk, hogy a hepatitis B sokkal fertőzőbb, mint a hepatitis C, mégis a tendenciája viszonylag alacsony szinten stagnál, ezzel szemben a HCV fertőzés emelkedik. A 34 év feletti nők körében magyarországi felmérés 51%-ot mutatott. Az új HCV fertőzöttek országonként változik, 18-90%-a droghasználó. Elsősorban közöstű vagy fecskendő használatával fertőződik. Mivel kezeljük ezeket a betegeket, naív betegeket pegilált interferonnal, pegazisszal vagy pegintronnal, illetve ribavirin kombinációval kezeljük, amennyiben magyarországi protokoll szerint, amennyiben a kettős kombinációs kezeléssel nem gyógyíthatók meg, egyes genotípusú, akkor egy proteázgátlót, boceprevirt vagy szimeprevirt lehet a kettős kombináció mellé tenni. A jövő év lesz az, amikor az interferonmentes kezelés is elérhető lesz, amikor sofosbuvir-szimeprevir kombinációval kezelhetjük a betegeket, kérdés, hogy milyen áron. Kettős kombinációval 60-70%-os gyógyulási arányt tudunk elérni, hármas kombinációval 80%-os, míg az interferonmentes kezeléssel 95-99%-os gyógyulást lehet elérni. Mik a tapasztalataink? Ugye az első tétel, hogy a kábítószer élvező megbízhatatlan. Gyakorlatilag azok a betegek, akik már fél éves abstinenciával rendelkeznek, eldöntik, hogy meg akarnak gyógyulni, nagyon jó compliance-szal rendelkeznek. Gyakorlatilag azt mondhatom, hogy sokkal jobban figyelnek, és sokkal jobban betartják az utasításokat, mint a nem kábítószer élvezők. A megbeszélt időpontokban mindig jelentkeznek. Megbeszéléseknek szerint adagolják a gyógyszereket, és nagyon sokan közülük időközben, hogyha bekerülnek valamilyen más programba, például dohányzás leszoktató programba, vagy elindul valamilyen más kezelés, fölhívnak, megkérdezik, lehet-e a kettőt együtt adni. Egészséges környezet iránt felelőtlen? Nem. Többen közülük a drogambulancia munkatársai, valamennyien rendszeresen járnak csoportterápiára, és egymást pszichésen támogatják. Nagyon fontos, mert maga kezelés egyéves kezelés, jelentős mellékhatásokkal, és a betegek rászorulnak a pszichés támogatásra, rászorulnak arra, hogy biztassuk, hogy kibírja ezt a kezelést. Gyakorlatilag a tapasztalatot, hogyan tudják legyőzni az egyes mellékhatásokat, átadják egymásnak, és ezáltal könnyebben végig tudják csinálni a kezelést. A kezelést nem kellett felfüggeszteni egy droghasználó esetében sem, sem mellékhatás, sem pedig azért, mert a beteg visszaadta a gyógyszert, vagy visszaesett a kábítószer fogyasztásra.
Tehát határozott a gyógyulási szándékuk, félnek nagyon a visszaeséstől. Közülük minimum fél év, de van olyan, aki 9 éve már nem használ drogot, és most került csak kezelésre. Tehát az elmúlt 5 évet dolgoztam föl egy kis statisztikával, egyetlen egy beteg esett vissza a kezelés befejezése után, ugyanis a beteg nem járt el csoportterápiára, gyakorlatilag teljesen elzárkózott mindenkitől, nem akarta, hogy tudják, hogy ő hepatitis C fertőzött, és gyakorlatilag az egész kezelés annyira megviselte pszichésen, és el is mondta a végén, hogy amikor beadja az interferont, ugyanaz az érzése van, mint amikor a kábítószert adta be, és a kezelés végén újból elkezdte kezdeni a kábítószer adását. Meggyógyult a hepatitis C-je ennek ellenére, de sajnos visszaesett. Egyszerre több vírussal fertőződhetnek, hiszen cserélik a tőt, egyik betegből már nem csak a hepatitis C-t, hanem egyéb vírusokat is átvisznek. TTV, HGV, szenvírus, ami részben egy kicsit befolyásolja a terápia sikerét is, gyakorlatilag majdnem mindegyikben megtalálható. Magyarországon ezen vírusoknak a vizsgálata jelenleg néhány éve problémás, hiszen a betegnek meg kell fizetni a vizsgálatot, olyan finanszírozással nem csinálják. Említettem, hogy egyes genotípus volt, csak nem minden betegünk. Fertőzést okozó vírus valószínű rezisztensebb az átlag populációban találtakhoz. Ez egy jogos felvetés, hiszen ezek a betegek, mivel a tőt megosztják, lehet, hogy olyan vírussal fertőződtek, aki már korábban kezelve volt, és az interferon rezisztens volt. Igazából azt találtuk, hogy a kezelésre adott válasz hasonló a más módon fertőzöttekéhez, sőt, egy kicsivel jobb is, ennek magyarázata egy kicsit más. Éppen ezért azt mondom, hogy érdemes kezelni, kell foglalkozni a droghasználók HCV fertőzésével, és ezeket a betegeket el kell küldeni megfelelő hepatológiai centrumokba. Meg ki kell alakítani egy jó kapcsolatot. Pécset a Szemeljátsz Jánossal nagyon jó kapcsolatunk van, és gyakorlatilag a kiszűrt betegek eljönnek hozzánk, illetve oda-vissza egy időben jelennek meg drogambulancián, hepatológián, és nagyon jól lehet ezeket a betegeket így irányítani. Az elmúlt néhány év adatai alapján 19 kábítószer és 31 nem kábítószer fogyasztót hasonlítottunk össze. Azt tapasztaltuk, hogy a kábítószer élvezők között alacsonyabb a vírus, hepatitis C vírus szám, mint a nem kábítószer élvezők között, illetve korai vírusválasz, azt jelenti, a negyedik héten már nem detektálható a hepatitis C vírus, magasabb arányban volt kimutatható a kábítószer élvezőknél. A rapid virológiai válasz, amikor csak a 12. hétre lesz vírus negatív, nagyjából megegyezik, azonban az SVR, amikor is a beteg kezelése után fél évvel végzett PCR vizsgálata is még negatív és negatívnak gyógyultnak nyilvánítjuk a beteget, hepatitis C drogos használóknál kicsivel 1-2 százalékkal magasabb volt, mint a nem drogos betegek közül. Non-responder nagyjából egyforma, relapszert elsősorban nem drogosok között találtunk. Mellékhatásokat tekintve mi a helyzet? Leukopénia, tehát az interferon mellékhatása az nagyjából egyforma volt drogos, nem drogos között. A alacsony neutrofészszám drogosoknál kevesebb volt, anémia nem drogosoknál magasabb, illetve trombocitopénia is nem drogosoknál magasabb volt. Tehát vérszegénység, alacsony trombocitaszám nem drogosoknál magasabb volt. Dózis csökkentésre a drogosok között jóval kevesebb alkalommal szorultunk, mind
interferon mind ribavirin tekintetében. Miért volt ez? Azért, mert a drogosok fiatalabbak. A drogos populáció fiatalabb, jobb a compliance, jobban bírják a mellékhatásokat, nincsenek társult betegségek. Míg a nem kábítószer élvezők között nagyon sok már 50-60 éves társult betegséget, cukorbetegség, hipertónia, pszichiátriai betegség volt, ami miatt nehezebben voltak ezek a betegek kezelhetők, és természetesen a mellékhatások is gyakrabban jelentkeztek. Nemzetközi tapasztalat is azt mutatja, hogy a HCV pozitív droghasználók ugyanolyan, hanem magasabb arányban követik a kezelési előírásokat. A tartós vírusválasz nemzetközi adatok alapján valamivel alacsonyabb a kontrollpopuláció szerint viszonyítva. Ez elsősorban azért van, mert egyes nyugat-európai országokban nem kötik abstinenciához a HCV fertőzés kezelését, tehát az aktív kábítószer élvezők között igen, magasabb a lemorzsolódás, magasabb, akik abba hagyják a kezelést, és éppen ezért a tartós vírusválasz is alacsonyabb lehet. Dohányzás, alkoholfogyasztás negatívan befolyásolja a terápia kimenetelét, az alkoholfogyasztást megszoktuk tiltani ezeknek a betegeknél, és ezt általában be is szokták tartani. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen az előadást. Mind a kettő azt gondolom, hogy elég sok kérdést felvetett. Van valakinek kérdése az előadókhoz? Nekem lenne egy kérdésem a doktor úrhoz, hogy említette, hogy Nyugat-Európában már nincs ez a 6 hónapos abstinenciának a megkövetelése, hogy mi a személyes véleménye erről, hogy Magyarországon indokolta ennek a fenntartásra, ugyanis hát sok több nemzetközi szervezet szerint nem indokolta ennek az abstinencia periódusnak a fenntartása. A 6 hónapos abstinenciának megvan az előnye. Egyrészt az, hogy az, hogy el tudjuk dönteni, hogy a beteg kezelhető vagy sem, magyarországi protokoll szerint 6 hónapon belül 3 megjelenés szükséges, és 3 májfunkciós vizsgálatnak az értékét prezentálni kell. Tehát ez eleve lefedi a 6 hónapos abstinenciát akár. A másik pedig, hogy a 6 hónap alatt nagyon könnyen föl lehet mérni, hogy a betegnek milyen lesz a compliance-e. Többször visszahívjuk a beteget kontrollvizsgálatra, ha adott időpontban megjelenik, és mindig úgy, ahogy mi mondjuk, követi a diétás életmódbeli tanácsot, akkor nyilvánvaló, hogy a kezelés alatt is jó compliance-a lesz, és követni fogja a protokollt, a kezelés sikeresebb lesz. Ha nincs ez a visszacsatolás, akkor az orvos és a beteg közötti kapcsolat is lehet, hogy nem lesz olyan bizalmas, és nem lehet a beteget olyan jól befolyásolni. Ez alatt a néhány vizit alatt a beteggel ki lehet alakítani egy olyan kapcsolatot, ami bizalmi kapcsolat, és gyakorlatilag ezek a betegek ezt követően abba az esetben is, ha kezelés alatt bármilyen problémájuk van, legyen az a hepatitis C-vel kapcsolatos, vagy egyéb probléma, szívesebben megosztják, és többet tudunk segíteni. Én indokoltnak tartom a 6 hónapos abstinenciát. Valakinek kérdése, megjegyzése? Our international speakers have any questions? Thank you. Thank you very much for your presentation. I wanted to ask you. You mentioned that to be an active injecting drug user is an exclusion criteria.
but to be under base substitution therapy, is it an exclusion criteria also, or is it a... No, the opiate substitution is not an exclusion criteria. We treated patients with methadone, and that treatment was very good. The treatment was done, and the SVR rate was not modified by methadone substitution. Ha nincs más kérdés, akkor én még egy kérdést feltennék, hogy említette, hogy a stigmatizációja nagy a drogfogyasztó pácienseknek, még a hepatológus orvosok körében is. Hogyan lehetne azért tenni, hogy ez változzon? Vannak esetleg olyan szakmai fórumok, csatornák, ahol jobban megjelenhetnének mondjuk a drogellátásban dolgozók, hogy kicsit szélesítsék a látóköröket, hogy változtassák az attitűdjeiket az egészségügyben dolgozóknak. Vannak erre ön szerint módszerek? Igazából nem tudom, hogy milyen módszer lenne jó a stigmatizáció csökkentésére. Az a tapasztalatom, hogy Magyarországon igazából két orvos foglalkozik tömegesebben vénás kábítószer élvezők HCV fertőzésével, az egyik László kórházban, másik Pécsen. A többi hepatológusnál elvétve egy-egy beteg megjelenhet, de többen kijelentették, hogy ők nem hajlandók kezelni. Személyes beszélgetésekből tudom ezeket. Az, hogy megváltozzon a vélemény, ahhoz részben az kell, hogy ilyen előadásokat tudjunk prezentálni, amiben meg lehet dönteni ezt a stigmát, le lehet bontani ezt a stigmát, és meg lehet dönteni azt az elképzelést, hogy ezekkel a betegekkel nem lehet megfelelően bánni, nem lehet megfelelően irányítani. Én azt hiszem, hogy a drogprevenció szempontjából, tehát a prevencióba foglalkozók feladata is ez lehetne, hogy a lakossággal, orvosokkal tudatosítani, hogy ezeket a betegeket igenis lehet irányítani. Hogy én azt szeretném kérdezni, hogy ha jól tudom, azt a nem interferon típusú gyógyszert, azt a Gilead cég gyártja, és ugye ezzel világszerte botrányok vannak, hogy mennyire drágán adják, tehát azt hiszem egy napi kezelés $1000 körüli, hogy lehet-e tudni valamit, hogy ez Magyarországon mi lesz, vagy bármilyen infónk van-e arról, hogy milyen támogatásra lesz, vagy akármi? Igen, tehát a Sofosbuvir-Cimeprevir kombinációs kezelés Magyarországon 24 millió forintba kerül. Egyelőre tárgyalások folynak, hogy hogyan is történjen a finanszírozása. Egyik elképzelés, ami napirenden van, az pedig az, hogy az OEP utólagos finanszírozással finanszírozza meg a gyógyszereket. Azoknál a betegeknél, akiknél sikeres volt a kezelés, megfinanszírozza, azoknál a betegeknél, akiknél sikertelen volt a kezelés, a gyógyszergyártó cég finanszírozza meg a kezelést, és ezáltal a betegek kezelése nagyobb körbe, szélesebb körbe elérhetővé válik. Természetesen ezt a Gilead bevállalhatja, hiszen 99%-os siker van a Sofosbuvir-Cimeprevir kombinációval, tehát alig 1%-ot kéne megfizetni, és ezt az állam fizetni a további kezelést. Üzlet is lenne a cég számára. Yes. Thank you for the presentation. I would like to ask you, your official body of the physicians that they treat liver diseases would guarantee, if finally you come up with a reasonable, let's say, price, assure that IDUs positive in hepatitis C should be treated with these new drug lines? Our protocol described that the first line is the double therapy, peginterferon plus ribavirin.
If that is the patient is non-responder, in this case we can change to triple therapy or to interferon-free therapy. Independently of the fact that the patient could be an IDU, no? Independent, okay. If the patient is heavy IV drug user or not.